Szép jó estét mindenkinek, szervusztok! Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek a mai zentai zenelőadásra. És szokás szerint teljes tanástalanságban tettem meg idefelé az utat, és gondolkodtam azon, hogy ugyan mi érdekelhet titeket itt zentán ma este zenügyben. Zenben három nagyon fontos alkotó részről beszélünk. Az egyik, amikor mersz kérdezni. Ezt hívják nagy kérdésnek. Az alapkérdésünk az, hogy mi az, ami bennünk lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, beszél, érez, cselekszik, mi az? És amikor ezen kérdés segítségével tapasztalatot szerzünk, akkor a okunk a hitre. Ez a másik nagyon fontos elem, ez a nagy hit. Nyugaton nagyon más értelmezése és tapasztalata van a hitnek. Általában valami megfoghatatlan irracionálist vagy leírtat szeretnénk hinni, aminek a másik végét nem tudjuk. Tehát nincsen tapasztalásunk a másik feléről, de különböző okok miatt szeretnénk elhinni, hogy az mégis úgy van, de nem tudjuk visszaigazolni. A zenben és minden ázsiai meditatív iskolában a transzcendens tapasztalat az, az érzék fölötti tapasztalata az, amely ugyan megmagyarázhatatlan, de tapasztalható, és ezért hihető, hiszen a tiéd. Nagyon sokféle tapasztalás van, amikor igazi önvalónkat néven, formán, életen, halálon túli igaz természetünket tapasztaljuk, abban lehet hinni. Még úgy is, hogy nem tudod megfogalmazni. Tehát pont a fordítottja, mint a nyugati fogalomnak. Tapasztalod, de nem gondolhatod el, mert a gondolat nem ér oda. És a hitek közti különbség az néha nagyon sarkalatos és súlyos tud lenni, akár itt nyugaton a három nagy monoteista vallás között. Nézd meg, mennyi hitel, dogma, egyebek ugye szegélyezik az utadat. És nézd meg azt, hogy keleten hányféle út van a transzcendens tapasztalásra. Úgyhogy a nagy hit az a jó, hogyha tapasztalaton alapszik. Mert az a tiéd, azt nem veheti el tőled senki. De nem is adhatja meg senki. Az úton járva a tiéd lehet, elérheted, de minden, ami a zenben a hitednek az alapja, az a saját Buddha természetednek, a saját igazi önvalódnak, amely mindannyiunkban közös, a világos és egyértelmű elérése, tapasztalása. Mivel ez már megvan bennünk, mint lehetőség, ezért nem kaphatod meg kívülről. Az egyetlen egy dolog, amit tehetsz, hogy elhárítod az akadályokat, lepucolod a saját karmád guánóját, amely lerakódott keményen, vastagon, és akkor tapasztalod azt, ami mindig is ott lüktetett benned, csak nem tudod felfényleni a saját ragaszkodásaink, téves nézeteink, kapzsiságunk, haragunk és egyebünk miatt. Tehát ha megvan a nagy kérdés, akkor azzal irányba áll a szekerünk. Ha erőfeszítést teszünk és haladunk az úton, akkor kialakul a nagy hit a tapasztalatunk által. És a harmadik elem az a nagy bátorság. Bátorság kell ahhoz, hogy ezt megtartsd, és ne váltsd föl valamivel, amely jobb, újabb, több, valami egyebet ígér, mint ez az egyszerű és tiszta tapasztalás. Nagyon sok tanító mese létezik, és most egy szufi mesét szeretnék idézni, amit mindannyiótok olvasott gyerekkorában, és remélhetőleg még felnőtt korában is párszor, az Aladdin és a csodalámpa. Le kell menni a barlangba, nem csak Alice csodaországban ugye mesénk van, hanem Aladdin is le kell, hogy menjen a barlangba, meg kell nyitnod a saját tudattalanodnak a kapuját, és le kell menni oda, és keresd meg azt a dísztelen, látszólag haszontalan, egyszerű rézlámpást, amelyet, hogyha kihozol a napfényre, akkor megdörzsölöd, és akkor a nagy dzsinn kijön belőle, és mit kívánsz, kedves gazdám? Megkérdez téged. Mi ennek az előfeltétele? Az előfeltétele az, hogy akármit látsz a barlangban, nem érhetsz hozzá. Még ha a legfényesebb drágakő, a legfantasztikusabb gyümölcs, a leghívogatóbb objektum is lenne az, ha hozzáérsz, kővé válsz. Ez azt jelenti,
hogy akármilyen karmára találsz rá magadban, vagy odakint, ha ahhoz elkezdesz ragaszkodni, megrekedsz az úton. Tehát kővé válsz. Hogyan nem rekedünk meg az úton? A meditáció tapasztalatában minden, ami megjelenik a tudatban, azt engedjük el is tűnni. Hiszen ami megjelenik és eltűnik, az nem az, amit mi keresünk. Azt keressük, azt szeretnénk tapasztalni, amely látja azt, ami megjelenik és eltűnik. Úgyhogy ez a bátorság azért fontos, mert néha az ember úgy érzi, hogy egy helyben jár, és nem halad. És mi szeretnénk haladni az úton, szeretnénk boldogok lenni, békések lenni, egyéb minőségeket elsajátítani, és ne úgy tűnik, hogy nem megy. Nem megy. Csak próbálunk tisztulni, próbálunk felnőni a feladathoz, és meditálunk, és mantrázunk, és leborulunk a buddhák és bodhiszattvák előtt, és ahhoz kell a bátorság, hogy emlékezz az eredeti kérdésedre, amely az útra tett, és emlékezz arra a tapasztalatra, amiből a hited származik. Ha ezt nem felejtjük el, ha ezt nem engedjük bármivel behelyettesülni, akkor nem válunk kővé a saját barlangunkban, nem rekedünk meg az úton, mehetünk tovább, és átszelhetjük az ismeretlenségnek a sivatagját. Az ismeretlentől nagyon szoktunk félni. A magunkban rejlő ismeretlenségtől, felfedezetlenségektől pedig még jobban. Amikor kezdünk, nagyon sokszor az érzelmeit és a gondolatait kusza szövevénye egyfajta dzsungelként látszik a szemedben, és azt érzed, hogy alig látod a napfényt, és be vagy tekeredve a saját aljnövényzetedbe, és szinte megfojtanak a liánok, és nem tudsz felmászni a fa tetejére, hogy meglásd, hogy merre van az irány, hiszen mindenhonnan ugyanaz a halványan beszűrődő fény értéket. És ahogy haladsz az úton, úgy ez a dzsungel egyre ritkul, és egyre átláthatóbbá válik, és látsz már ösvényt, látsz már egy forrást, ami mentén elindulhatsz. Ezek azok a belső támpontok, amikor a saját karmád labirintusából elkezdesz kifelé menni. És utána az erdő, a sűrű esőerdő elkezd ligetes szavannává változni, ahol már nagyon jól lehet látni azt, hogy az élet csomópontjai hol vannak, a kapcsolatok hogy működnek, a munkafolyamatok, életterületek hogyan kapcsolódnak. Aztán eltűnik a szavanna, már csak bokrok maradnak, és szúrós ajnövényzet, és egyszer csak ott van a sivatag. Ez a sivatag a saját ismeretlenségünk, a saját felfedezetlenségünk, a saját nemlátásunk. És ez a nemlátás az oka a szenvedésünknek, szanszkritul avidya, amely a keletkező dolgok 12 rétű látszulatának az elseje, a legelső darabja. A Buddha azt kezdte a négy nemes igazsággal tanítani, amit maga is tapasztalt a saját lelkében, a saját tudatával, hogyha az egységes, tiszta tudatunk elkezd felbomlani duális minőségekre, jóra és rosszra, magasra és alacsonyra, ítéletekre, és elveszítjük az eredeti tudatunk, az igaz természetünk tisztaságát, és a nem látás állapotába kerülünk. És mit keresünk? Az oázist. Azt a fajta oázist, ahol az a víz van, amely a szomjunkat valójában oltja. Ahol az az étel van, amely után nem leszel éhes. Ahol az a szellemi táplálék áll rendelkezésre, amit mindig is kerestünk, amelynek a fényében az igazság látszik, és a cselekvés nyilvánvalóvá válik, a teendőd, a dolgod. Ezt hívjuk lényegnek. A lényeg tapasztalatát, ahogy ezt a bevezető elején mondtam, nem lehet szóba fogni. A zen ezért is irányt mutat, és nem vallást vagy ideológiát gyárt. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolat, nincs dualitás a tudatban. A dzsungel hirtelen eltűnt, a sivatag hirtelen megszűnt, és egy pillanatra egy csepp hűs víz ér téged, és egy apró korty ebből a zen elixírből a tiéd lehet. Azért meditálunk és azért gyakorlunk, hogy ne kelljen mindig bottal szemléltetni. Ne kelljen mindig hanghatáshoz fordulni.
ne kelljen az érzékszerveken keresztül újra és újra tapasztalni, hanem légy szellemileg önálló, legyen a tapasztalata tiéd, amely amennyire megfoghatatlan, annyira univerzális, és annyira közös, mint amennyire mi különbözők vagyunk karmikusan. Jó szerével ez az egyetlen, ami közös bennünk. Minden más különböző, a testünk, a lelkünk, teljesen más. Vannak közös jegyek, de önmagában véve mindegyikünk nagyon egyedi, és nagyon különbözünk egymástól. Ebben az egyben, a megvilágosodás természetében, igazi önvalónkban vagyunk csak azonosak, de ez a valamihez nem fogható szóba, nem önthető formába, nem hozható lényegi mi voltában az érzékszervek birodalmában. Amikor ez megvan, amikor ez a tapasztalat részben vagy egészben a miénk, akkor tudatunk tisztaságának a mértékében látjuk azt, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk. Már nem a véleményektől függünk. Végképp nem a saját véleményünktől függünk, hanem azt látjuk, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk. És ebből a helyzetfelismerésből következik a kapcsolatteremtés. És így alakítjuk ki nagyon tudatosan, nagy együttérzéssel a kapcsolatainkat. És a kapcsolati háló működése és minősége bizony a cselekvéseinknek az alapja. Milyen kapcsolatban vagyok az embertársaimmal, a természettel, a világgal, milyen minőségű kapcsolatot szeretnénk fönntartani a jövőben, ez nagyon komolyan befolyásolja azt, hogy mit mondok, mit teszek, mit gondolok, és milyen érzelmet formálok. Úgyhogy szerintem bevezetőnek ez bőven elég volt, és most már a csillogó szemekből látván azt, hogy kérdéseitek is lehetnek, tétek a szó, várom a kérdéseiteket. Ezért hogy lehet alkalmazni a hétköznapi életben? Én ennek az ellentétét szeretném kérdezni, hogyha én tényleg szeretném az zent tanulni, tanulmányozni, nem csak elvonulások, hanem hogy teljességében, ez hogy lehetséges? Tehát azt mondod, hogy nem elvonulások során, hanem nem a maga teljességében. Akkor annyit kell elvonulni, és annyi zen gyakorlatot kell elvégezni formálisan, hogy az a tudat ne változzon se a formalitás, se az informalitás ideje alatt. Tehát, hogy tudatilag már ne legyen különbség, az elvonulás gyönyörűen megkomponált estétől reggelig ritmikusan szépen vezérelt időrendje, és a mindennapok kicsikét kaotikusabb, megjósolhatatlanabb ugye, világa között. Ugyanis nagyon sokan tapasztaltuk azt, hogy mi híve gyakorolunk és csináljuk. Kilépünk a templom kapuján, és a tudat egy darabig tényleg tiszta tud maradni, aztán szétrázódik. Mint ahogy egy jégkockát beleteszel forró vízbe, és előbb-utóbb elolvad. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Csak is sok gyakorlással és tapasztalatszerzéssel. Ami itt nagyon segíthet, az a tanító, tanítás, tanítványi közösség, Buddha, Dharma és Sangha tudatos beemelése az életünkbe, ezt hívjuk menedékvételnek. Tehát te nem vagy egyedül az úton, nem vagy elszigetelve. Amikor elkezdesz gyakorolni, akkor ha egy érvényes hagyományhoz csatlakozol, akkor ott van tanító, van tanítás, és van egy tanítványi közösség. Ha ezekben bízol, és menedéket veszel ebben a hagyományban, akkor könnyebb lesz a mindennapokat és a formális gyakorlatot közös nevezőre hozni, és akkor nincs az a széttörtség, hogy jaj, most kiléptem a gyakorlat keveléből, és nézd meg, hogy az élet mit csinált velem. A zen az azért fontos, ugye, az életünkben, mert a régi buddhák és pátriárkák brilliáns módon pont azt a nyersanyagot, amit egyébként én építésre, ego bővítésre szoktunk használni, az érzékszervi bemeneteket, a látást, a hallást, a szaglást, a tapintást, az ízlelést, amivel azonosulni szoktunk, amihez a vágyaink és averzióink fűződnek, pontosan azt használjuk fel a megvilágosodásra, csak az előjelet kell megfordítani, az azonosulás helyett a leválasztódást. A belebonyolódás helyett a tisztánlátást kell gyakorolni. Hát mit hallasz? Mit látsz ebben a pillanatban? És ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ekkor félre tudod tenni a felesleges gondolkodást. Mi a felesleges gondolkodás? Amely illúziókat kerget, illúziókat képez, illúziókat követ, és illúziókon kéri számon a realitást. Tehát nem azonosulok ezekkel a gondolatokkal. Engedem, hogy visszatérjenek arra a helyre, ahonnan ők jöttek.
És a meditáció során ez tapasztalattá válik. Mit hallasz most? Mit látsz most? Mit csinálsz most? Ha ez a pillanat tiszta, akkor a tudat is tiszta. És ez nem jön rögtön. De ha gyakorolsz, akkor a tiéd lesz, és egy idő után meg is tudod tartani. És mennyi az az idő, ami után még lehet ezt tartani? Milyen hamar szeretnéd a ragaszkodásaidat elengedni? Rögtön. Akkor rögvest megvalósul. De azt, hogy lehet csinálni. Fogd meg ezt a botot. Erősen. Jó ragaszkodsz. Most már nem? Na így. Ért. Egyéb kérdés? Mikor a tanítást halljuk, és értelmezzük, akkor nagyon könnyűnek tűnik ez, tehát, hogy akár letenni valamit, akár más. Viszont azért gyakorlatban ez nem ilyen egyszerű megvalósítani. Helyes megalapítás. Ezzel kapcsolatban milyen kérdés szeretnél feltenni? Mennyire követhető? Tehát most például én elhiszem, amit hallok, tehát így a darmát, a tanítás, erre kalkulálok. Tehát, hogy oké, okay, elengedem, leteszem, nem probléma. Viszont a másik oldalon elég szépen vissza tud ütni. Mi tud visszaütni? Nagyon jó, amit mondasz. Mi tud visszaütni? Hát visszaüt a saját karmánk gyakorlatilag. Látod a Matrix 2-t? Neo nem tud felszállni a metróra. Mert nem engedik be. Csak azt gondolja, hogy ő lefutja majd az alagútban ezt a távot, és berohan az alagútban balra, és rögtön visszaér az állomásra jobbról. Így működik ez a karma. És ez azért van, mert az ember a saját szokásait követi. Gyönyörűen elmondtad, amikor azt mondod, hogy elhisszük, az nem jó és nem rossz. Használati utasítás, Turmix gép. Elhisszük a használati utasítást, és előbb-utóbb ugye használni akarjuk a Turmix gépet. Igen ám. Csak amikor kalkulálsz, mondtad, hogy kalkulálunk igen. Vele, az a baj. Tehát tovább gondolod a történetet, és a gondolatba belekeveredik a saját karmád is. Ez nem út, ez gondolkodás. Agyban akarod megoldani cselekvés helyett. Gondolkodsz a tapasztalatszerzés helyett. A primér gondolatot kalkulációval bővíted, hogy egy rendszer legyen belőle, és egy elméleti tudás legyen belőle. Ezt minden nyugati nagyrészt megcsinálja, és csodálkozzunk, hogy állandóan a saját és peronunk körül futkorászunk a virtuális alagútban. Fel kéne szállni a vonatra. Meg kellene látni, hogy ott van a nyitott ajt, és a tapasztalat útjára lépni. És amit mondtál, az egyszerű tendencia, az nem hiba, az szokás, az egyszerűen karma. Úgyhogy a saját karmádat nem követve, az ismeretlenbe belevágva, a szokásokat magad mögött hagyva, mentálisan csak belül. Szépen kijebb nyílik a tudattere, megnyílik az út, és azon lehet menni, lehet haladni. Csak pont azokat a rendszeralkotó, kalkuláló, elemző, gondolati utat, gondolati szokásokat kell magad mögött hagyni, ami miatt ez az állandó körben forgás van. Koreaiul van ennek egy neve, úgy hívják, hogy Won Heng Dong. A Won az a kör, és a Heng Dong pedig akció, cselekedet. És észrevették már nagyon-nagyon sok generáció óta, hogy az emberek, hogyha a saját karmájukat követik, a saját érzelmi, gondolati, beszédbeli és cselekedetbeli szokásaikat követik, akkor állandóan körbe-körbe járnak. És mindaddig, amíg nem látják meg ezen szokások eredetét, fennmaradását és megsemmisülését, tehát nem tudnak változtatni rajta, még ezek a körök maradnak életről életre, évtizedről évtizedre, évről évre, hónapról hónapra, attól függ, hogy milyen rádiusszal nyitott ki az időnek a körét. De ezért érdemes egy picit megállni, és nem forgatni ezt a kört, és amikor a tudat megáll és nem mozdul, akkor elkezdesz látni. És ez a fajta látás lesz az, amit elméleti úton nem szerzel meg, mert nem lehet elméleti úton megszerezni, akkor a gondolkodás állandóan csak különböző kognitív köröket ró. És a nyugat nagyon szeretné ezt kigondolni. Miért? Mert logosz alapú társadalomban élünk 2000 éve. És a logoszt, azt a szóbeliséggel, egy szentséges, primér szóbeliséggel azonosítjuk, és így összetévesztjük az eredeti tudatot valamilyen mondatgyűjteménnyel, vagy esetleg könyvgyűjteménnyel. És ez egy spirituális módszertani hiba.
Tehát ha nem követjük el ezt a módszertani hibát, akkor egyenesen haladunk azon az úton, mely nem görbül be újra, mert nem raktunk le semmilyen énséget pányvaként, ami körül elkezdünk keringeni. Kihúztuk az énség pányváját ugye a talajból, és akkor egyenesen tudunk menni az úton. Miért? Mert nem azonosulunk semmivel, semmiből sem csinálunk énséget, megkülönböztettünk, de nem ítélünk. A tapasztalat maga, az milyen jellegű lehet? Tehát most ugye az előbb kaptam választ, hogy gondolat, ez nem, de én arra gondoltam, hogy lehet az is érzelmi gondolati, vagy fizikai. Bármelyik lehet az. Csak a gondolatot gondolattal nem tudod irányban tartani. Mi az, ami az összes gondolatot látja, de önmaga nem gondolat? Mi az, ami az összes érzelmet érzi, de önmagában nem érzelem? Mi az, ami az összes beszédedet, mondatodat hallja, de önmagában nem beszéd? Mi az, ami az összes cselekedetedet látja, érzékeli, de nem cselekszik? Na, ez az, amit keresünk. Tehát, hogyha az ember gondolattal akarja a gondolati problémáit megoldani, az rövid távon megy. Mint hogy a newtoni fizika is, ugye a naprendszerben igaz. Hibátlanok az egyenletek. Kilépsz a naprendszerbe, és elkezdenek görbülni az egyenes vonalak. Egészen másképp működik minden. És az kellett egy Einstein, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor nézzük még egy kicsit galaktikusan, vagy intergalaktikusan a dolgokat. Teljesen más fizika. Ugyanez, rövid távon, gondolattal a gondolatot lehet orvosolni. Nem tudsz valamit, hozzáolvasol, megtudtad. Hogy van valami felesleges gondolat, tapasztalatból azt mondja, jó, akkor ezt most kiemelem, nem foglalkozom vele. De hosszú távon, a tudattalamban lévő összes tartalmat, ami a lényünknek a 90%-a és a tudatos személyiségünk 5, jó esetben 10%, azt nem tudod pusztán gondolkodással megoldani, mert a gondolati problémákhoz, ha még elemző, ítéletalkotó, dualisztikus gondolkodást teszel, az olyan, mint amikor gázolajjal szeretnél tüzet oltani. Nem fog menni. Tehát egyszerűen ki kell húzni a dugót, és visszatérni az őrült kávédaráló helyett a tiszta, nem mozduló elektromossághoz. A zenben ezért fókuszálunk a tantienre, Koryo Tanjon, köldökcsakra, mert ekkor ezeket, a csomópontokat mentesítjük attól a zsúfoltságtól, amit a saját másod, harmad, negyed rétegű gondolkodásunk, érzelemformálásunk és egyebek okoznak. Mondok egy példát a kisebb mértékű gondolatot gondolattal megoldó módszerre. Van egy problémád, megoldatlanságod, és a kérdést ráirányítod. Ez egy tárgyas meditáció, tudatosan tárgyas meditáció, hogy mi ez? Mi ez? Meglátod a problémát, rákérdezel, honnan jön? A probléma megmutatja a saját kapcsolati hálóját, a saját okozati mátrixát, és ott fel fog villanni az, hogy itt a hiba. És mihelyt felvillan a hiba, azonnal a tudatod nyomja a megoldást. De ha nem látod a hibát, nem is tudod megoldani, vagy éppen javítani a problémát. Ez a tárgyas meditáció, és ez is már kell egy kis intuíció. A tárgyatlan meditáció viszont, ami nem gondolattal uhatja a gondolati problémát, vagy érzelemmel az érzelmi problémát megoldani, egy teljesen más történet. Befelé irányul az energia úgy, hogy nincs külön tárgya a tudatban. Sőt, ha megjelenik tudati tárgy, engeded jönni és menni, ahogy azt az előbb mondtam. És megmaradsz a kérdésben. Nem vársz választ. Nem objektum-orientált, probléma-megoldó módon meditálsz. Hanem visszatérsz az eredethez, a lényeghez, ahonnan az alfa és az omega származik. És csak a kérdést tartod meg. Itt nincs gondolkodás vagy tudatos érzelemformálás. De így tisztul le az a tükör, amelyben a gondolatokat, érzelmeket, beszédet, cselekedetet, múltat, jelent, jövőt, okot, okozatot mind látod. Amikor ez a tükör tiszta, akkor egy teljesen más minőségű megoldás lesz a problémákra, mint addig. És ezért kell és érdemes vele dolgozni. Látszólag haszontalan, de ez a leghaszontalanabb lesz a leghasznosabb, amikor beveted, és újra tárgyas, objektumorientált, probléma megoldó gondolkodás lesz, vagy éppen probléma megoldó meditáció lesz soron. Mi az intuíció, meg mire használjuk? Hát, ha én azt tudnám. Az intuíció pont, hogy nem tudjuk, hogy mi az, de működik.
körbe tudom írni úgy, hogy amikor hallottad ezt a hangot a bottal, akkor egy pillanatra ott volt a nem gondolkodó tudat, rákövetkező tört másodpercben a hangok nagyon tiszták voltak, a látvány tisztán érvényesült, mert a gondolkodásod, az állandó zörej, amit az ember a tudatában hordoz, az nem szólt közbe. És ekkor tud ezekben a nagyon tiszta pillanatokban a nem dualisztikus tudat, a nem részekre szakadt tudat egy impulzust fölküldeni a tudatosba, és ez az intuitív szikra. Az intuitív belső tanítás, tehát a bensőd, a saját igaz természetet tanít. És ez nagyrészt hang nélkül. Egy szikra, egy impulzus, és azon nyomban minden a helyén van. És akkor érzel egy olyasféle kiegészülést, hogy már ezért érdemes volt gyakorolni, elvonulni, csinálni, utazni, alkalmazkodni, erőt kifejteni, segíteni, mindent. Érdemes volt, mert egy olyasféle egészség tapasztalat, amely abból származik, hogy az intuitív tudat felébreszti a test öngyógyító és a tudat megvilágosító képességét. Most nehogy azt hitt, hogy csodagyógyszert árulok. A testet csak addig tudod meggyógyítani, ameddig a saját karmádat félre tudod tenni. Ameddig engeded magadat kiegészülni és egészségessé válni. Azon túl nem tudod meggyógyítani, mert a saját karmáddal megint szétütöd az egészségedet. A tudat is csak úgy lehet tiszta, hogy a saját dzsungelemet nem növelem újra. Nem megyek vissza a régi szokásokhoz. Vagy a régi szokásokat teljesen autonóm módon, teljesen tisztán, önállóan, függetlenül használom. Korábbi múltbéli karmáktól függetlenül. Az intuíció az, aminek nem tudhatjuk az eredetét, de pont ez a nem tudható az eredete. Érezzük, hogy ez itt nem probléma. Attól, hogy nem tudom megmagyarázni, attól az még működhet. Ha tapasztalod, akkor a tiéd, ha nem tapasztalod, akkor nem. Az érzelmi áramkörömet kihúzom, a kötődéseimet, akkor mi van? Megszűnök ember lenni? Az áramkörök kihúzásának óriási jelentősége van, de annak is, hogy utána visszadugod. Elmondok egy történetet. Sokan láthattátok a kínai buddhizmusnak egy nagyon híres alakját, úgy hívják, hogy Hotei. Ő volt a Happy Buddha, a nagyon-nagyon boldog ilyen, ha nagy hasát a napon sütteti, állandóan a gyerekek lógnak rajta, a zsákjából különböző ajándékokat oszt a gyermekeknek, ő a buddhista Mikulás. És egy valódi élő szerzetes volt, és egyszer jött lefele a hegyről egy gyakorlat után, még nem egy fiatal szerzetes, aki épp a hegyre ment föl, meglátta a Hoteit, és haszán, micsoda szerencse, micsoda jó karma, hogy találkozhatunk. Kérlek, taníts, éppen elvonulni megyek. És akkor Hotei, nagy zsákját, ami a hátán volt, egy mozdulattal elengedte, nagyot puffant az úton, Hotei nem szól egy szót, csak megállt. Szerzetes ránéz, megértette, hát ez gyönyörű, nagyon szépen köszönöm ezt az abszolút értékű tanítást, de ezek után mi legyen? Hotei fölvette a földről a zsákját a vállára, és ment tovább lefelé a hegyről. Tehát nagyon fontos megtapasztalni azt a tudati szabadságot, ami nem kötődik élethez, halálhoz, érzelemhez, gondolathoz, cselekedethez, beszédhez, mert a szabadságot másképp nem tudjuk tapasztalni. De utána visszatérünk a mindennapi életbe, felvesszük azokat a zsákokat, tudatosan, amelyeket fel akarunk venni, és már másképp, tisztább tudattal, tisztább lélekkel teremtünk, vagy folytatunk kapcsolatokat. Ez így teljes. A meditációnál szeretném kérdezni az, hogy a csakra. A csakra szó szerint azt jelenti, hogy kör. A kör belsejében meghatározott minőség van, a körön belül van valami, ami a körön kívül nincs. Tehát a homlok csakra gondolatoknak a helye, mert a homlokban sokkal több gondolat van, mint mondjuk máshol, a testünk más tájékán. Szívcsakra ugyanez, a szív az egy olyan kör, amelyen belül hatalmas mennyiségű érzelem lakozik, és néha tombol, azon kívül pedig vagy nincs, vagy sokkal kevesebb van. Amikor a csakrákról beszélünk, akkor az ott felhalmozódott karma, gondolati karma, érzelmi karma, az mind-mind lehetőség. De ugyanúgy lehet teher is. Az a kérdés, hogy hogyan viszonyulsz hozzá. Azonosulsz-e vele, ítélsz-e felette,
gondolkodol-e rajta, próbálsz-e elméletet, mintázatot, megjósolhatóságot formálni belőle, a lehetőség a tiéd. De itt objektív lehetőségek nincsenek. Ez mind-mind rajtad múlik, hogy mit csinálsz a sok-sok gondolatoddal, a beszéddel, az érzelmekkel. Ezért a zen ezt a fajta tantien gyakorlatot, vagy köldökcsakra meditációt tanítja, ahol nincs ilyen tudattartalom. Ezért tudod ezen a koncentráción, összpontosításon keresztül tapasztalni azt a tudatot, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ez az alapja annak, hogy ezeket a minőségeket, ezeket a karmákat tisztán lásd. Lépjünk egy lépést hátra, mint a jó festő a vászontól, és nézzük meg, hogy valójában milyen gondolataink vannak, és azok honnan jönnek, hová mennek, milyen érzelmeink vannak, honnan jönnek, hová mennek, milyen kondícióktól függünk, hogyan lehetünk szabadok, hogyan vállalhatjuk fel a kötöttségeinket helyesen. Ez mind mindennek a látásnak a függvénye. Szanszkritul vidya. Azt hiszem, hogy a zen gyakorlat az egyik legjobb, legegyszerűbb, legtisztább módszer arra, hogy ezt tapasztalhassuk. De ez időbe telik. Tehát nincsen gyors talpaló megoldás. Nincsen egy hétvégés megvilágosodási tanfolyam. Az egy másik sátor. Az nem ez a sátor. Hétköznapokban meditálással megállt tölteni, vagy ez egyéni, hogy hányszor, hány percre van szüksége. Na, napi 24 órát javaslom. Ami azt jelenti, hogy nap 24 órájában legyünk teljesen tiszta tudattal, néha úgy, hogy formálisan ülünk mondjuk 2x30 percet reggel és este. És a tiszta tudat föntartása az nem formafüggő. Nézd meg, itt van ez a fantasztikusan ízletes tea. Ez lehet műanyag pohárban, agyagcsészében, üveg pohárban, porcelánban, teljesen mindegy, hogy milyen technikával iszom, de a tea ugyanaz. Ezért, amikor a nagy kérdésről beszélünk, amit a bevezetőben is hallottatok, ennek van egy nagyon szép kiterjesztése. Ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, álomban és ébrenlétben, testen belül, testen kívül, folyamatosan, megszakítás nélkül mi ez? Ez a kanvason, az állandóan tiszta, felfogóképes tudat gyakorlata. Tehát, ha így nézed, nincs elveszett másodperc. Mindig visszatérsz a tiszta tudathoz, mindig lepucolod magadról az épp rárakódni készülő, azonosuló, egóteremtő karmádat, és nem követed a szokásokat, amelyek az új szenvedést megnyitnák magadnak és másoknak. Így a meditáció folyamatos lehet. És néha tényleg formálisan le kell ülni, el kell mondani egy-két mantrát, ezt mindenki önfegyelmének és időbeosztásának függvényében szépen kiválasztja, kiválaszthatja. De az eredeti meditáció, ha egyszer ugye az íze kicsit megcsapott, az nem múlik el soha. És erre érdemes rákapni. Hogy a meditációról úgy érezd, hogy az folyamatos, és nem lendülsz ki egyik szélsőségben sem, és ekkor az a tudatminőség, amit a formális gyakorlat alatt tapasztalsz, az előbb-utóbb megmarad. Akármilyen élethelyzetben légy, akármilyen karmát élsz át, vagy teremtesz, vagy veszel el. A csoportos meditáció és az egyéni meditáció között biztos, hogy van Képzeld el, hogy ott van egy nagyon komoly kátyúba, sárba, belesüppett szekér, és te vagy ott a bakon, ki kell mozdítani, hát csak nem, mert lovak elfáradtak, szabosak, stb. Viszont, hogyha az utasok is beszállnak, akik a szekér hátuljában, sarogjában ültek, akkor így szépen egyszerre ki lehet hintáztatni ezt a nagy szekeret a kátyúból. Akármilyen kocsis vagy erre, te nem lennél képes egyedül. Azt kell megérteni, hogy ugyan egyéni felelősséggel tartozunk a saját személyes karmánkért, ez nem pusztán egyéni ügy. Nekünk csoportkarmánk is van, mint emberek, nagyon komolyan. És ezért a közös gyakorlat hatványozottan eredményesebb, és fantasztikus jó folyamatokat nyithat meg a letisztulásban, hiszen egymás tükrei lehetünk, egymás segítői lehetünk. Az egymással való közös gyakorlat
folyamán a véleményeink sokkal hamarabb és sokkal komolyabban kiütköznek, és vigyázzunk a egyéni gyakorlattal, mert főleg azok, akik nagyon-nagyon magányosan szeretnek gyakorolni, ha kezdettől fogva ezt teszik, általában a saját véleményeik berögződöttség megerősödésével jár a folyamat. Az utat megláthatod, az úton haladhatsz, és akkor az éned szépen lassan elkopik, és te az úttá válsz. Az úttá válás a felébredés folyamata, és nem az, hogy A városból B városba, ugye, szamszárából nirvánába express vonat. Pont ez az én, pont ez a szenvedély, pont ez a ragaszkodás az, ami az akadály. Tehát mindenféle elvárás nélkül, mindenféle eredményszemlélet nélkül, a pillanat tisztántartásával, a tudat irányának tisztántartásával engedd, hogy elkopj az úton. Engedd, hogy az úttá válj. Az emberek nagyon nem szeretik hallani, hogy valaminek belül el kell kopni, le kell foszlani, semmivé kell válni, mert a semmit nem szeretjük. De itt még ez a semmi sincs. Az semmit is koptasd le. Jó? Akkor igazi önvalót tudsz lenni, ami megint csak nem név, nem forma, nem gondolat, nem érzelem, nem cselekedet, nem beszéd, nem jön, nem megy. De ez az a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, amelyből az összes minőségünk származik. Amelyek a melléktermék csak a boldogság, a bölcsesség, az együttérzés, a feltétel nélkül szeretet, de a feltételekhez kötött együttélés. Minden emberben mindenkinek vannak előítéletei, és azt szeretném kérdezni, hogy ezeket hogyan lehet legkönnyebben levetni, már mint a borulások. Azok úgy, hogyha lehet szóval megfogalmazni, az jelkép, az mit jelent? A leborulás az azt jelenti, hogy a buddha természetedet emeled legmagasabbra, és az énedet teszed a legalacsonyabbra. Tehát ez egy nagyon komoly prioritásnak, fontosságnak a kifejezése, hogy a buddha tudata legfontosabb. Ez amikor leborulsz, így megemeled a buddhát magad fölé. Ez a gesztus, ez ezt jelenti. És az, hogy tényleg a homlok, a mellkas és a hátsó feled úgy legalacsonyabbra lemegy. Legalacsonyabbra lemegy, ami éppen csak a föld közelébe lehet, az, hogy te, mint énség, a legkisebb leszel. Nem fog eltűnni, csak a legkisebbre összemegy. Emelfolytással, letisztulással. Hanvas ezt úgy mondja, hogy infinitesimális szubjektum. A végtelen picire lekoptatott, lekicsinyített én. És ez az útnak a tapasztalata. A karmádat magad mögött hagyod, a karmádat leveted, és te és az univerzum egyé váltok. Ez az egymondatos meghatározás. A leborulás jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, csak ha az ember több százat csinál belőle naponta, nehogy elkezdjen róla gondolkodni. Ezért mondják keleten azt, hogy amikor a dharma, amikor a tanítás erős, akkor a belső démon is meg tud erősödni. De ha addig gyakorolsz, hogy a dharma lesz erősebb és a démon gyengébb, akkor a karmádat kontrollálni tudod. Utána, mivel jól érzed magad és az édeni állapotot úgy érzed, hogy elérted, egyszer csak a tudás fája megint elébed kerül, és hirtelen jobban és rosszban kezdesz el gondolkodni megint, megint paradicsomi állapot elmegy, megjelenik a kígyó. És akkor megint csak gyakorlunk, és amikor már teljesen belefáradtunk, akkor rájövünk, hogy úgy kéne gyakorolni, hogy ne gyártsunk egy újabb önképet azután, hogy letisztultunk és megerősödtünk, ne egy újabb fényes énségréteget tegyünk magunkra, hanem létezzünk természetesen, ilyesféle önközpontú gondolkodás nélkül, a világgal való egyéválásban, másokat segítve, az útunkat járva. Én például kezdő vagyok, hogy úgymond előző életek, vagy ilyesmi, ez a tapasztalat bennem még nincs, és őszintén szóval is vagyok benne biztos, hogy kell-e. Hogy anélkül vagy nem tudom. Nem kell előző életekbe visszamenni. Ez ilyen sikka mostani így a nyugati buddhista gyakorlat. De hány előző életedre emlékszel? Kettőre. Én háromra. Te veszed a sört. Tehát ez így nem megy. Tehát ez így teljesen fals.
A Buddha világosan fogalmaz ez ügyben. Azt mondja, hogy többféle téves nézet van. Az első téves irány az, hogy mi voltam, mi lehettem előző életemben, életeimben. A másik téves irány a tudatnak, hogy mi leszek, mi lehetek következő életemben, életeimben. Ezek mind-mind tévutak. Ennek a pillanatnak, ennek az itt és mostnak a helyes, teljes értékű, egyé vált érzékelése, felfogása, ez a feladat. Ebben a pillanatban tisztuljon le a tudat, minden olyan karma, amivel neked dolgod van, az érvényesül ebben a pillanatban. Nem kell külön gondolkodni azon, hogy az előző életeidből milyen karmák származtak át erre. Itt van körülötted. Az összes fontos előző életbeli kapcsolatod ebben az életben manifesztálódik. És ami ebben az életben fontos, az meg szépen megy tovább. Miért? Mert egy nagyon egészséges azonosulás tudat van benned ez irányban. Hogy én ez vagyok, ők a barátaim, ők az ellenségeim, nekem ez az utam, ezt szeretem, ezt nem szeretem. Ebből áll össze minden. Ezekből a duális minőségekből gyúródik össze az ember és a világ. De van valami, ami mindig tiszta marad, ami mentes élettől és haláltól, mindenféle dualitástól. Ezenben pont ezt az egyszerűt és tisztát keressük. A rengeteg borulás, meg minden ilyen. Ilyen korban most a folytatni, és nem is érdemes elkezdeni, vagy... Hát ez a napi hármat meg kéne ereszteni, vagy... Buddha, dharma, szanga, vastag párnán. De ha hol van a hiba a testbe, vagy az elmébe, vagy hol van nincs ez hiba. A hiba, amit le kell dolgozni. Nincs hiba. Értem, de hát akkor hol dő el az egész az elmébe, vagy a testnek is vannak. Csomó pontjai, amit aktiválni kell. Hogy jöttél ide ma este? Két láb. A lábad döntött, vagy a fejed döntött, hogy ide jössz? Hát a fejed. Hát akkor ott van a döntés. Akkor minden ott van? Ott van a probléma? Azt nem mondtam. Ott van a probléma? Az a döntés, hogy ide jöttél ma este, az a fejedben. Na azt, hogy te kit szeretsz, kit nem szeretsz, az már egy kicsit bonyolultabb kérdés, csak ugye egyszerűvel kezdünk. A bonyolultat meg rád bízom. Érzelmeit hogyan döntenek? Az érzelmeink sokkal nagyobb része tudattalan, mint a gondolkodásunké. Ezért nem tudjuk néha megérteni önmagunkat, mert önmagunkat nem érteni kell, látni kell. Jó. De nem fontos mindenki. Nem. Az más? Nem. A szeretet és az elfogadás más. Elfogadni mindenkit, de mindenkit nem kötelező szeretni. Így van. És mi az igazi mérceit? Ne hazudtold meg önmagad. Fogadj el mindenkit, mert ez egy általános emberi képesség, de te ne erőltesd azt, hogy most szeretek vagy nem szeretek. Engedd, hogy a szíved természetesen működjön, csak azt ne engedd, hogy szélsőségekbe ess. És ekkor az elfogadás által, a polaritásoktól való tartózkodás által mindent és mindenkit úgy látsz, ahogy ő van. És ezt az önmagában való létet, az egyéniségében, megismételhetetlenségében való látást, ezt hívjuk ilyenségnek, vagy olyanságnak, szanszkritul tathatá, vagy buddha tathatá. És ennek az ilyenségnek az elfogadás, a tisztánlátás az alapja. És hogyha természetes módon szeretetteli viszonyt fűzne hozzá, akkor ezt engedheted. De van úgy, hogy a szeretetet se engeded meg, mert olyan kötődés származna belőle, amit te nem akarsz. A gyűlöletet és a negatív érzelmeket pedig különösen nem engedjük kialakulni, visszalépünk azok kialakulása elé, és elengedjük a bennük lévő energiát, mert negatív karmikus köröket, lefelé mutató spirált indíthatnak el, ami csak kölcsönös pusztulással, sorsrontással és egyébben jár. Ezért. Úgyhogy nagyon nagy kérdés, amit most föltettél. Nem kell senkit se szeretni vagy gyűlölni, de lássunk mindent és mindenkit úgy, ahogyan az van. És ennek egy előfeltétele van. Az előfeltétele az, hogy magunkat lássuk úgy, ahogy mi vagyunk. Egy belső elvégzett munka hiányában nem tudjuk a külvilágot úgy látni, ahogy az a külvilág van. A tisztánlátás az a saját érzelmeinkre is vonatkozik, és ne erőltessünk semmit. És ha nem erőltetünk semmit, akkor igaz természetünkben megmaradunk, mert semmiféle természetelleneset nem szeretnénk. És így a középen meg tudok maradni, és a szélsőségektől tartózkodni, a
akkor az ilyenség mellett egy másik nagyon fontos ugye, tanítás is megvalósul, ez a középút. A középút tanítása, amelyet ugye Horácius a római kor majdnem alkonyán, költemények tucatjaiban tett bele, viszont a Mahayana buddhizmus nagyjából akkor, amikor Horácius ugye élt, már egy teljesen legalább 200 éve kidolgozott módszerrel már művelt. Hogyan lehet megélni a minőségeket annélkül, hogy szélsőségekbe esnénk bele? Annélkül, hogy feleslegesen polarizálnánk a tudatunkat. Ez magadat ugyanúgy észre kell venni, mint az összes többit, az összes többi embert és lényt, és dolgot odakéket. Minden ember életében vannak olyan dolgok, amit nagyon nehezen tud elengedni. Gondolom, hogy jó mindannyian tapasztaltunk ilyen dolgokat. Engem az érdekelne, hogy a zen tud-e ajánlani valami jó módszer például. Mire? A könnyebb elengedéshez. Tehát, hogy valamit könnyebben el tudja engedni. A látás, létező módszerek vannak. A látás az egyetlen, ami sikeres lehet ilyenkor. Nézd meg, nagyon sokszor annyira szeretjük a színeket, mint a saját életünk vásznára festünk. Nem vagyunk hajlandók hátrébb lépni. És nem csak, hogy az ecsettel dolgozunk a vásznán, hanem még az arcunkat is beletesszük, és nem vagyunk hajlandók meglátni többet, mint amit csak a szemünk előtt vizuálisan van. Tehát lépj hátrébb, tedd le az ecsetet, tartózkodj a cselekvéstől, érzelemformálástól, gondolkodástól, beszédtől. És akkor azok a rutinok, azok a szokások, amelyek megörökítik, vagy megörökíteni látszanak a kötöttségeket, azok elülnek, el is tudnak hanvadni. És ekkor el tudod engedni azt a karmát, amit nem akarsz megkötni már, de a szokásaid még ott vannak. Az energiád még ott van. A legfontosabb az, ebből a szemszögből, hogy szűnj meg ítélni az adott ember, vagy egyéb típusú karma fölött. Mert a dualisztikus ítéletek azok, amelyek állandóan beforgatnak egy újabb ciklusba. És hogyha az ítéletalkotás megszűnt, akkor ki tudod vonni az energiát belőle. Nem csak, hogy eseményeknek, az arról szóló gondolatoknak és érzelmeknek, mert azokon keresztül kötöd meg. Azokon keresztül teszel újabb energiát a ciklusba. És hogyha megszűnsz ítéletet alkotni, akkor egy idő után ez a forgás leáll, mert nincs benne a szeretem, nem szeretem, akarom, nem akarom, én vagyok, nem én vagyok dualitása, ami állandóan löki előre ezt a ciklust. Akkor megáll, és akkor ki tudod belőle venni az energiát. Előtte nem. Ezek szerint a legnagyobb gyakorlat az idő, mert mivel, hogy mondtad, hogy amikor megy a gép, és mosunk, akkor nem tudom a ruhákat készíteni, meg kell várni. Nem csak az idő, a tér és az okozat. Tehát idő, tér és okozat. Ez az, amit a tudatnak észre kell venni. Hogy működik a tér és az idő, és benne az a sok-sok okozati folyamat, amitől úgy érezzük, hogy életben vagyunk, hogy emberek vagyunk, hogy van értelme az egésznek, ahogy élünk. Ezeket az okozati folyamatokat észre kell venni, és megfelelő irányba fordítani. Tehát idő, tér, karma. És a negyedik, ami ebben nincs benne, ami látja mindezt, ez a tudat. Az elengedésnek a kérdése. Hogyha én magamon dolgozom, és én elfogadtam a szüleimet olyannak, amilyenek fogadom volt, nem ugye lényegében el van felállítva. De hogy tudom, most erős szó, de nem annak szállam elérni, hogy ők is elengedjenek engem. Hogy azt a szabadságot, vagy a 30-on túl vagyok, hogy nem tudok én kapni rájuk. Gyermeked van? Még nem tudod, hogy mi a szülői elengedés. Ez egy nagyon-nagyon kemény dolog, főleg anyukák részéről. És azt kell mondanom, hogy ha az egyik fele már, és ez te vagy, elengedte ezt a kapcsolatot, akkor te önálló és autonóm vagy. És a szüleidért ilyen szinten ne aggódj, csak néha vissza kell nézni, néha újra kell éleszteni a régi értékeket, és táplálni a kapcsolatot úgy, hogy a régi karma, a régi kötődés ne alakuljon vissza. És nincs, nem is lehet olyasféle családi érzelmi rökhözkötés, ami a fertájunkon ezen a földrészen nagyon komoly. Úgyhogy nagyon sokféle szinten lehet ezt realizálni, de az egyik az,
hogyha elengednek, akkor te önszántadból visszajössz. Ha nem engednek, akkor te előbb-utóbb eléred azt a szabadságot, amit szeretnél, sokkal keserűbb lesz az, amikor újra kell találkozni. Az a kérdésem lenne, hogy mit mond az Zen a szerelemről? A szerelem az az egyik legértekesebb és legfontosabb energia, ami embereket összeköthet. És olyan elképesztő erő van benne, hogy nagyon sok tapasztalat és letisztultság kell ahhoz, hogy egy atombomba helyett egy atomerőműként működjön. És nagyon komoly meditációs út lehet az, hogyha valaki igazi, tiszta, őszinte szándéka rátekint a szerelemre, és megkérdezi, hogy mi ez? Honnan jön? Hogy működik? És nem elemzem, nem próbálok meg elméletet alkotni, hanem úgy látom a maga valójában, ahogy az van. Az összes többi jelenségtől lényegében nem különbözik. De az ember életben óriási kitüntetett szerepet foglal el, mert az elején, főleg, hogy a fiatalok vagyunk, hiszentősen nem tudjuk, hogy micsoda. Csak azt érezzük, hogy dobog a szív, kifényesedik a szem, különböző csakrák egymáshoz rántják egymást, és akkor utána az összes többivel ottan még foglalkozni kell. Azért érdekes, mert nem egyenlő mértékű a harmónia vagy az ellentét a különböző csakrapárokban. Van, amikor bizonyos csakrapárok nagyon jól csatlakoznak, mások pedig egy életen keresztül, itt megnehezítik a problémákat. Egy életen keresztül lehet rajtuk dolgozni. Tehát azért érdekes a szerelem, mert egy egyéválás tapasztalat a személyiségek szintjén. Tehát hogyha azt önzetlenül, éntelenül lehet csinálni, hogy a másik boldogsága fontosabb, mint az enyém, és ez kölcsönös, akkor egy nagyon tiszta szerelmi viszony elvezethet nagyon magas szintű tudatállapotok. De ugyanez vezethet a kőkemény ragaszkodásokig, az elképesztő hormonvezérrel téves nézetekig, addig a borzasztó birtokló viselkedésig, hogyha nem leszel az enyém, akkor akár én pusztulok, te pusztulsz, vagy éppen mind a ketten. Ezzel való tapasztalás, az ilyesféle munka nélkülözhetetlen, és szembe kell vele nézni mindenkinek. Magában meg kell látni, hogy mi az, amikor én eltűnök, és a helyette itt van valami elképesztően erős érzelem, vagy vágy, vagy egyéb. És ahogy megkérdezik, hogy igen, hát a buddhisták sokat meditálnak, egyenketten elérhetik a megvilágosodást, és utána mi van? És a viszonkérdés az, mit szeretnél? Mit szeretnél azután, hogy alapvető lényegi tapasztalásod van, és egy picit legalább ráéreztél arra, hogy miből vagyunk? Mi az a keltészta, amiből az élet és halál pogácsáit, buktáit és burekjait kiszaggatja? Hát amikor az ember erre úgy ráérzett, utána mit csinál? Kinek ajánlja fel azt a sok-sok süteményt? Mennyit teszik meg belőle saját maga? És mivel fűszerezi? Tehát az a szerencse, hogy a Zen nem definiál. A Zen irányt mutat és módszert ajánl. Hogy szeretnél tapasztalni? Amilyen a szíved tisztasága és a tudatod minősége, pontosan úgy tudod a szerelmet tapasztalni. És hogyha valami nem működik, akkor nézd meg, hogy te hol követtél el hibát. Tehát az a fajta elképesztően erős személy közötti energia, ami a szerelemben benne van, az olyan projekciókat indíthat el, olyan elvárásokat, olyan téves nézeteket a másik felé, hogy az egyik nap a legboldogabb vagyok, és a másik nap pedig úgy érzem, hogy az egész Földön nincs olyan nyomorult ember, mint én. És úgy kezdődött el, hogy a szerelem tüze felloppant. És nagyon sokan kérdezik, hogy van-e feltétel nélküli szeretet vagy szerelem? Igen, az lehetséges, de feltétel nélküli együttélés az nincs. Tehát a kettőt az tessék úgy egymás mellé rakni, mint a paradoxonok nagyon szép kreatív gyűjteményét, pontosan lássuk, hogy most éppen mi történik. Most feltétel nélkül szeretjük egymást, utána feltételek között együtt élünk, és hogyha az átmenet az nagyon szép és harmonikus volt, akkor nem is akarjuk egy pár év után szétverni ezt a helyzetet. A legdurvább ellentétek pontosan ekkor, ilyen állapotban fakadhatnak föl, és a legmagasabb rendű harmóniák is így születhetnek meg. Mitől függ ez? A tudatunk tisztaságától, a lelkünk minőségétől,
attól a karmától, amivel azonosulunk vagy nem, mennyire látjuk tisztán magunkat és a másikat, és végül, de nem utolsó sorban, hogyha már itt van ez a hatalmas nagy tűz, a szerelemnek a tüze, mit akarunk vele felgyújtani, megmelegíteni, égetni, tisztítani, mi akarjuk ezt az egészet kifuttatni. Nagyon fontos, hogy lássam azt az irányvételt, azt a célt, ami felé ez az egész megy. Mert ha nem, akkor az egész folyamat öncélúvá válhat, és felégetheti a résztvevőket. És itt nincsenek semmiféle olyan normák, amelyeket a saját meggyőződésed nélkül követni kellene. Tehát a pár szabadon dönt, hogy hová futtatja ezt az energiát ki. Mit akarnak a közös életükből, akarnak-e házasságot, gyereket, hol élnek, milyen munka, stb. Ezt ők döntsék el. És a közös hit és a közösen választott út lesz az, ami egyébként még egybe tartja ezt az egészet, amikor az érzékiség, a szépség, ezeknek a hordozó rakétái már egy kicsikét kihújnak. Mert az eltelik 3-5 év, vagy mondjuk 10, az már teljesen más, mint ugye az első évnek az elképesztő atomrobbanásai. Úgyhogy ezért kell nagyon körülnézni, és a navigátort a közös pilóta fülkében józanon és világosan tartani, miközben több tízezer lóerővel mennek a rakétahajtóművek. De amúgy emberek leélnek valóban egész életet együtt, úgyhogy abszolút nem szeretik egymást. Sajnos. Érdekből együtt maradni. Nagyon sokféle emberi kapcsolat van, és el kell fogadni, hogy van olyan ember, amelyik annyira irtózik attól, hogy a szerelem tüzét felgyújtsa a szívében, vagy engedje, hogy ezt más megtegye, hogy egész életében egy virtuális hűtőszekrényben él. Miért? Mert fél a változástól. Fél, hogy megváltozik. Tehát a mindennapi élet szintjén a legnagyobb személyiségformáló erő az a szerelem. Ettől annyira szoktunk félni. Nagyon bátornak kell lenni. Pontosan. Mert itt tényleg nem tudod, mi van a túloldalon. Az ilyen jelenséget, hogy szociopata. Én azt mondom, hogy a zen, főleg a koreai zen eszköztárában a közös gyakorlat, a csoportos gyakorlat az, ami az ilyesféle mentális szélsőségeket középre tudja hozni. Úgy tudja kezelni, hogy nem elemzés, nem ír föl rá gyógyszert. A közösségi gyakorlat az, amely az ilyesféle szociopátiát és egyéb ilyen aberrációkat ugye kezelni tud. Szeretném kimutatni a feltételhez kötött létezésnek a törvényszerűségeit. Tehát karma által keletkezik minden, tehát ok és okozat műve minden, és hogyha belelátok abba, ami egy mélységi diagnózis, nem pedig egy felszínes doktrína függő diagnózis, hogy valójában az a szociopátia miért jött létre, és megváltoztatom a körülményeket, az illetőt teljesen újra lehet kondicionálni. Nagyon sok előfeltétele van. Az egyik, hogy az illető ismerje legalább részben, hogy problémája van. Ha nincs betegségtudat, legalább egy pici, akkor nem lehet meggyógyítani. Vissza fog utasítani mindent. Pontosan. A másik, hogy legyen meg az a módszer, amiben az illető utána hisz, és végig is csinálja. Alkoholizmus esetében a 12 lépés, hogyha egy anonim alkoholisták körbe elmegy, talál szponzort, talál segítőket, és egy olyasféle közös erőt, amit az előbb úgy mondtam, hogy a szekér közös kihintáztatása a sárból. A harmadik pedig az a kitartás, amivel végigviszi ezt. És akkor megy. Tehát megváltozott feltételek, megváltozott életmód, és nagyon-nagyon sok erőkifejtés. És minden gyógyítható, hiszen feltételek által keletkezik, és feltételek által tűnik el, illetve változik meg. Ebben tudunk hinni, ebben lehet hinni. Mert egyik állapot sem állandó. A szociopátia sem. Mi által... Poláris világunkban sem. Mivel poláris, azért nem. Ha nem lenne poláris, akkor kijelölhetnél egy olyan helyet, ahol nincs szél, nincs eső. De mivel poláris és ellentétekből van összerakva, ez egy dinamikus egység. Ez egy olyasféle állapot, ahol sem a rész, sem az egész nem állandó. Egyik karma sem állandó. Feltételek által keletkezik, feltételek által múlik el. Önálló léte nincs, kölcsönös függés van a környezet és önmaga között. Mindenre igaz, és mindenkire. És ha ezt az alapaxiómát tekintetbe veszed,
utána el tudsz indulni azon az úton, hogy milyen feltételek által marad fönt a szociopátia, és milyen feltételek által tűnik el. És akkor már csak csinálni kell. Belementünk ezek a betegségekbe, a pszichoszomatikus betegségekbe. Test és lélek összefügg. Amilyen lélektartalmad van, a test követni fogja. Ha állandóan izgulsz, aggódsz, önmagadat emészted, gyomorfekély. Nem tudod megemészteni a karmádat, és nem tudod feldolgozni azt, ami veled történik, pajzsmirigy probléma, előbb-utóbb. Tehát világos, hogy összefüggés van a lélek karmája és a test karmája között, csak ez nagyon kevéssé megjósolható az egyén szintjén. A paradigmák szintjén ilyen vastag könyveket írnak, hogy milyen szerv, milyen karma, milyen gondolkodás, milyen érzelem, milyen betegség, stb. Tehát ezeket meg lehet figyelni. Világos, hogy mivel érzékszervhez kötött lények vagyunk. A lelkünk működése a testünk működésében is megnyilvánul, sőt, tovább megyek, az első és legnagyobb tulajdonságcsoport az az, hogy milyen testet veszel föl. Tehát te miért ezt vetted föl, és ő miért ezt, és ő miért ezt, és ő miért ezt? Mert a karmája, az összgyűjtemény, amit léleknek hívunk, az pontosan azt a testet kereste meg, mert úgy tudja folytatni azt a karmát, amit az előző élet végén abba hagyott. Tehát ezért teszi fel a kérdést a templomi szabályainkban az egyik zenmester, hogy ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött nem ez a legfontosabb? Siess, siess. A felhők felszállnak az égbe, a víz a tengerbe folyik. Tehát ez mutatja a karma működését, az egészség és a betegség közti különbséget, és azt, hogy bizony felelősek vagyunk magunkért ilyen szinten, és a betegségekből ne csináljunk sem tehetetlenséget, sem játszmát. A tehetetlenség az, hogy csak kiteszem magam neki, hogy aztán hadd szóljon, nyugodtan pusztuljak el, ez a depresszió egy formája. Vagy pedig az, hogy ja, hát akkor a figyelmet magamra lehet vonni, szeretetet lehet követelni, gyógymódot lehet kierőszakolni, mert én engedem, sőt dolgozom azon, hogy áldozat legyek, pedig csak a saját karmámat verem le a saját testemen. És ezeket meg lehet látni, ezeket a játszmákat. Úgyhogy ha nem játsszuk ezeket a játszmákat, és nem hagyjuk, hogy a saját betegségeink mentális formából fizikai formát öltsenek, akkor teljesítjük igazi emberi kötelességünket, és haladunk az önállóság és a felébredés útján. Egy biztos, ha megnézed azt a jelzőrendszert, ami benned magadban működik, négy olyan réteg van, amit elkülöníthetsz, és tudatosan dolgozhatsz vele. Az egyik az az intuitív jeltartomány, amiről a mai este folyamán már beszéltem. Ez az a nem dualisztikus, világos, tiszta, tükörszerű tudatból jövő primér impulzus, amik azt mondja, baj van, vagy hagyd abba, vagy csináld ezt, vagy tényleg ez van, tényleg ezt kell csinálnod, stb. Ez annyira finom és annyira lágy, hogy ezt nem szoktuk meghallani. Mert a sokkal keményebb karmikus impulzusainkra, az érzelmeinkre, a gondolatainkra, az egyebekre szoktunk hallgatni. Általában a széttagoltságban szoktunk létezni, és az intuitív tudathoz szükséges egységélmény hiányában nem halljuk meg ezeket az impulzusokat. A második réteg az a gondolat. Tehát te már látod, puszta racionalitással, az okozatiság tudatos összerakásával, hogyha te így folytatod, akkor beteg leszel. És ez már logika. Itt már vannak könyvek, ez már sokkal megjósolhatóbb. Ez nem látszólag a semmiből jön. Ez komoly gondolkodásnak az eredménye. A harmadik, amikor ezt se hisszük el, mert az elmélet, meg vagy igaz, vagy nem, a harmadik réteg azok az érzelmek. És az érzelmeid szintjén akkor már ízeket érzel a szádban, akkor már a testtájak elkezdenek fájni, és ez még mindig csak virtuális. Még nem vagy beteg, de azt érzed, hogy beteg leszel, és az ilyen lesz. És jelzést kapsz a testet felül egyfajta proforma számlával, amikor a karmád benyújtja így a számlát. Hogy az milyen lesz, amikor te beteg lesz, és a kezdetéből kapsz egy kis kóstolót. És másnap reggelre még ámulhatnak ezek a fájdalmak, és még nincs
olyan diagnózis, hogy kórházba kellene menned, és a többi, de az érzelmeid szintjén a test már elkezd jelezni, a szívcsakra már elkezd jelezni, az íz, a látás már kezd jelezni, hogy itt baj lesz. És ekkor már nagy részt nem tudjuk megfogni. Mert akkor azt hiszük, hogy hát akkor ez a sorsom, nekem betegnek kell lenni, el kell menni orvoshoz, akkor már tényleg el kell menni, de a belső munkát is el kell kezdeni nagyon komolyan, hogy ezeket a karmikus gyökereket vegyük ki a lélek talajából, mert különben akármilyen külső gyógymódot kapsz, nem leszel egészséges. Negyedik szint a fizikum. Amikor már fizikai szinten megjelent, akkor az első hármat te már túlzuhantad, és nem vetted figyelembe, nem nyílt ki az egy törnyő, és belecsapódtál arra az okozati síkra, amely után kezelésre és egyébre van szüksége. Tehát ha meditálsz, akkor a tudatod tere letisztul. És ez a letisztulás, ez a kitágulás eredményezheti azt, hogy sokkal korábban észreveszed a tudatnak a finom impulzusát, még az intuitív szinten, hogy ne kelljen rajta filózni, ne kelljen rajta gondolkodni, ne kelljen az érzelmek szintjére, a virtuális testérzetek szintjére levinni, hogy ne jelenjen meg fizikailag. Miért? Mert felesleges. Nem kell betegnek lenni. Nem kell. Semmiféle kötelezettséged nincs ez irányban. A test úgy is egy idő után elveszti az eredeti energiáját, nem fogja tudni pótolni, és természetes módon kihúgy. És ezt nem kell betegségekkel szegélyezni. Tehát a tudat teremti a betegségeinek a nagy részét, akár közvetlenül, akár közvetetten. Közvetlenről most beszéltem, a közvetett az az, hogy el vagy szállva 95%-ban, és az az 5% az lelép a járdáról, és elüt a busz. Ez a közvetett. Tehát azt is a tudat okozta, csak nem gyomorfekében, pajzsmirigy problémában, krónikus látászavarban, hanem ott, hogy nem voltál jelen. És amikor nem vagy jelen, puff! És akkor az a gondolat, amelyik épp átvette a jelenlétednek a helyét, az volt az, ami elvont a pillanatból, és ezért történt a baleset. Ezt hozzá kell tenni, nem szabad abba a hibába esni, hogy minden pszichoszomatikus betegségként fogunk föl. Tehát tudati eredetű az egész, de vagy közvetlenül is levertem saját testemen, vagy pedig közvetett és a világ verte le rajtam. És így egy kicsit teljesebb a kép. Igen, én azt szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség a lélek és a tudat között. A test a hardware, a komputer, a lélek az az operációs rendszer és az összes telepített szoftver, a tudat az operátor. Mondjuk egy kicsit kézzelfogható példát, jó? Mert így a modern korban ez a legjobb. Tehát, a lélek az a karmádnak az összes gyűjteménye. Ez a úgynevezett mentál test. Tehát az, amiben az összes múlt, jelen és később jövőbeni karmád benne van tudatilag. Tehát minden, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolsz, megkötsz, mint identitás, és emlékszel, mint emlék. Amivel azonosulsz, az vagy te. És ez összegyűlik egy hatalmas nagy szokás gyűjteményé, amit itt távolról személyiségnek vagy énségnek nevezel. De ha közelebb mész, akkor látod azt, hogy ez nem állandó, nem egy, hanem dinamikusan változó komponensekből épül föl. Változó gondolatokból, változó érzelmekből, változó cselekedetekből és beszédből. Az alakulat mindig ott van, de a tartalma az mindig változik. Ez fölvesz egy fizikai testet, ami az öt elemből van, és használja egy ideig, aztán elköszön, és ha olyanja van, akkor keres egy újabb testet, mert úgy gondolja, hogy még folytatni kell ezt a tapasztalást. Hogyha megnézed a számítógépet, ez egy rendkívül jó hasonlat ehhez, mert megvan az a mentális része, és megvan az a fizikai része, amit nagyon el tudunk különíteni. De megvan-e az operátor, megvan-e az az ember, amelyik látja a hardvert és a szoftvert, megvan-e az a tudat, amit szellemiségnek is szoktunk mondani, vagy buddha természetnek, amelyik látja a lelket és a testet, a tudatit és a fizikait. És soha, de soha nem lesz egy exakt definíció arra, hogy mi a lélek. Mert nem lehet gondolatoktól, érzelmektől,
múltól, jelentől, jövőtől, azonosulástól függetlenül elmondani, hogy ez micsoda. Ez azért fontos, mert nem akarok buddhista filozófiába belemenni, egyrészt késő van. Másrészt pedig ne elméletezzünk, hanem akarok valami nagyon gyakorlati, nagyon jó példát ugye mutatni. Van a fazék. A fazék a test. Az a sok-sok hozzávaló, amit belekeversz a vízbe, és lesz egy nagyon jó káposztaleves belőle. Az a lélek. De a tudat, az a szakács. És hogyha visszafordíthatjuk még egy picit konyhai hasonlatra, a lélek kérdéséhez járul az énség vagy egoitás kérdése. Tehát ilyen szögből nézve mi az énség? Na, ezek a csomók a palacsinta tésztában. Tehát, hogyha jó a szakács, akkor szépen eldolgozza a csomókat a palacsinta tésztában, mert a csomók ugyanabból az anyagból vannak, mint a folyékony gyönyörű palacsinta tészta. Csak az egyik csomó, a másik pedig süthető, szép, finom, egyenletes, és élesztővel is megküldött palacsinta tészta. Tehát edény, tartalom, szakács. Így különíthető el a test, a lélek és a tudat. És innentől kezdve a helyeden vagy. Dolgozd el a csomókat a palacsinta tésztában, süsd ki olajban, forró serpenyőben, töltsd meg a legfinomabb tartalom, és ajánlsz fel a családnak. És akkor a helyünkön vagyunk. Jó? Miben rejlik az egónak a nagy ereje? A szokás hatalmában. És ez nem vicc. Csak a szokás hatalmában. Megváltoztatod a szokást, úrá leszel rajta, az egoitásod is átváltozik, vagy esetleg el is tűnik. De az, hogy az énség, mint érzet létezzen, az minden emberben egy óriási belső kényszer, hogy én legyek. Az énség, mint különálló, speciális, csak rám jellemző dolog, az legyen. De a nagyságát, a tartalmát, hogy hogy viszonyulj, és ezt mind ugye meg tudom választani, de csak akkor, ha megtapasztaltam mindazt, ami nem én. Megtapasztaltam azt az állapotot, amelyből egyetlen egy személyiség elem sem következett még, ami még nem állt össze egoitássá. És ezért van az a tudat, ami nem keletkezik, nem múlik el, nem gondolkodik, nem érez, nem beszél, nem cselekszik. Kínaiul Wu Wei, koreaiul Mu Wei. Ez a nem keletkező, nem szűnő, és az összes többi, amit az előbb elmondtam. És ha ez megvan, akkor utána teljesen szabadon alakítasz szokásokat, tartasz meg szokásokat, és bontasz le szokásokat, és oda vagy a személyiséged alakulásának. Nem tudsz nélküle élni, mint ember, de a működését, tartalmát, tisztaságát, attribútumait mind meg tudod határozni. Ez épp elég hatalom a szokásaink fölött. Szeretném megköszönni a ma estére nekünk jutó kitüntető figyelmet, azt a fajta bölcs és együttérző odafordulást, amivel ma egymás terében jelen voltunk, és remélhetőleg a holnapi meditáción jelen is leszünk. Szeretném Juditnak és családjának megköszönni a szervezés áldozatos munkát, hogy már több éve így jöhetünk erre a helyre. És sok szeretettel várunk mindenkit a holnap 9-kor kezdődő meditáción, azért, hogy tudatunk letisztuljon, lelkünk és testünk helyesen működjön, és megszabadítsunk másokat és magunkat is egyaránt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.